szeretnék az egen csillag lenni, s éjfél után az egen felragyogni, s éjfél után csak látnám meg, hogy a babám kit szeret. A széki népviselet jellegzetes, a vért és a gyászt idéző fekete-piros színe egy tragikus eseményre emlékeztet. 1717. augusztus 24-én, Szent Bertalan napján, tatár seregek törtek székre. Az alig 100 túlélő fogadalmat tett, hogy ezen a napon háromszori istentisztelettel és böjtel emlékeznek az áldozatokra. A nők derékigérő csak a kézelőn feketével hímzett inget hordanak. A hosszú ráncolt szoknya színe piros és fekete. Alatta 3-4 alsó szoknyát, pendelyt hordanak. A fekete lajbi vállát piros szalagból készített csokorral díszítik. Csizmájukat a saroknál tulipános mintával varják ki. A viselet elengedhetetlen darabja a fekete, apró virágokkal hímzett, gondosan megkötött kendő is. A férfiak öltözetének jellegzetes darabja a kék posztóból készített mellény. A sárga részből készült gombok a valaha a környéken élt szászok hatását mutatják. A bőújú fehér ingnek csak az elejét tűrik be a nadrágba, a hátulját kiengedik. A fekete posztókalapot már csak az idősebbek hordják, sokkal elterjedtebb a jellegzetes hegyke szalmakalap. A széki zenekar, a banda három tagú. Hegedű, brácsa, vagy ahogy a székiek mondják, kontra, és a bőgő. A kontrán csak 3 húr van, amit egyszerre szólaltat meg a zenész, így erőteljes, ritmusos kíséretet ad a dallamhoz. A bőgő helyett gyakran használtak kis bőgőt vagy csellót. A vonót saját maguk faragták. Rövidebbek és vastagabbak voltak, mint a klasszikus zenében, ezért erőteljesebben, hangosabban és ritmusosabban tudtak muzsikálni. A széki banda lelke a prímás volt. A jó hegedűsök rengeteg dallamot ismertek, a tudomány apáról fiúra szállt. Az ifjú zenész először bőgőn, majd kontrán játszott, és apja zenekarában leste el a fortélyokat. Mire önálló zenekara lett, 200 dallamot is tudhatott. A leghíresebb széki prímások emlékét sokáig megőrizte a falu. Ferenci Márton, Zsuki, Ádám István, Icsán vagy Ilka Gyuri zenéjére generációk táncoltak a széki táncházakban. Lassú. Alaplépés. A lassú lépése nagyon egyszerű. Mégsem könnyű szépen, méltóság teljesen táncolni, mert könnyen válhat érdektelen totyogássá.
nehézsége a lassúságában van. Vigyázz, a lelassulás nem azt jelenti, hogy a mozgás elvesztené természetességét. Lényegében egy nagyon lassú, aszimmetrikus ritmusú kettes csárdás motívum, amelynek az utolsó negyedében egy ringató, billenő súlypont áthelyezés történik. Ez teszi feszülté, izgalmassá, és nem utolsó sorban élvezetessé is táncotokat. A párok nem teljesen szemben állnak, a lány kisé a fiú bal oldalán van. Folyamatosan mindketten kis terpezben táncolnak. A tánc intimitása a szoros hintázó összekapaszkodásban rejlik. A fiú bal kézzel magához szorítja a lány derekát, a lány átöleli a fiú vállát. A lassút nagyon hosszan táncolják, közben mindig énekelnek. A táncból végtelen nyugalom sugárzik. Ha a táncosok kifogynak az énekekből, a zenekar csárdásra vált. Csárdás. Bekezdő motívumok. Félfordítás. A széki csárdás pihenő, bekezdő és forgó motívumokból áll. Jellemzője a sok forgás. Az egyik bekezdő motívum a félfordítás. A lányt a lépésváltás miatt a fiú határozottan indítsa el. Így lehet szépen átvezetni az egyes csárdást a félfordításba. A lépés alapritmusa tá-tá-ti-ti-tá, de a legények dobogással díszíthetik a figurát. Ebben a dobogásban a hangsúlyos lépés helyett kis szökkenés van az állólábon, így a két dobbantás késleltetve a mellékhangsúlyra kerül. Ez a motivumsor lendületesen vezeti át a nyugodt, lassú pihenőt a gyors forgásba. Mégis egyenletesen, szögdelés nélkül táncoljatok. Félfordítás variáció. A félfordítás lépései közé a lépő láb lekoppantásával sűríthetitek az alapritmust. Figyeljetek, hogy ne csoszogjatok, határozott legyen a dobbantás. A félfordulóban a fiúk keveset mozogva, kicsiket lépve táncoltatják a lányokat, akik lendületes, nagy lépésekkel kerülgetik párjukat. Vezetgető.
Az előre-hátra mozgó vezedgető is a bekezdő motívumok közé tartozik. Táncolhatjátok egy lépéses csárdással, tá-tá-titi-tá ritmussal, vagy dobogtatva. A dobogásnál a félfordítóhoz hasonlóan az első mozdulat egy szökkenés, amit dinamikus, jobblábas dobbantások követnek. A bekezdő motívumok alatt a férfi keze szabadon is lehet. Ilyenkor ujjaival a zene ritmusára pattingathat, de karjával ilyenkor is vezetgeti, irányítja a lányt. Forgás és irányváltás. A zenei hangsúlyra a külső láb lép. A forgás tengelye a fiú belső lába lesz. A párok hónaj alatt fogva erősen és szorosan tartják egymást. A forgásváltásnál jól látható, hogy a fiú kibontja a lány kapaszkodó kezét, és ezzel kinyitja a szoros fogást. A lányok ilyenkor se csapódjanak ki, a fogás félig zárt maradjon. A csárdást általában csak a zenekar előtt lévő párok táncolják. Amíg ők figuráznak, a többi pár pihenőt táncolva vár a sorára. Porka, 7 lépés. Pihenő. A porka a csárdáshoz hasonlóan egy lépéses csárdással kezdődik, de a párok nyitott tartásban egymás mellett táncolnak.
pihenő topogással. A csárdás vezetgetőjéből már ismerhetitek a pihenő díszítését. Fiúk, topogás közben is vezetni kell a lányt. Ne álljatok meg, a díszítés nem zavarhatja meg a pihenő imbolygását. A porka bekezdő topogó lépését csak a tánc elején járják, utána folyamatosan forognak. Lánykerülés és forgás. A pihenő után a fiú négy lépéssel megkerüli a lányt, és a fogást bezárva felkészülnek a hosszú forgásra. Forgás. A forgás közben a fiú ti-ti-tá-tá-szűn ritmust lép. A titi tával helyben lépjetek, a lépés második felével kell haladni. A lányok simán lépdelve kerülik meg a fiút, csupán az első lépést kell megnyújtaniuk. A titi tá alatt a fiú erőteljes lendítésére a lány megkerüli párját, a tá szűn alatt a fiú fordul a lány körül. Most nézzétek meg a porka motívumait összefűzve. A porkát a táncosok koreográfia szerűen egymáshoz igazodva táncolják. A párok a dobogtatással felsorakoznak a tánckezdő kettős mögött, majd folyamatosan egymást követően indítják el a forgást, amely megállás nélkül körben halad. Méltóság teljesen simán táncoljatok. A porkához szünet nélkül illeszkedik a hét lépés. A hét lépés két szakaszból, egy előre-hátra haladásból és egy forgásból áll. Az előre-hátra mozgás két lépéses csárdás, a forgás a porka lépése. A forgást sokkal erőteljesebben indítsátok, mint a porkánál, mert álló helyzetből indulva kétszer meg kell fordulni. A fiúk a kétlépéses csárdást dobbantásokkal, bokázóval, csapással díszíthetik. Lányforgatás kar alatt. A kétlépéses csárdás alatt meg is fordíthatjátok a lányt. A forgatás csak díszítésként szolgál,
időben, még a balra haladás alatt emeljétek ki a lány kezét. A széki pár eltáncolása után ne felejtsétek el partnereteknek megköszönni a táncot.